Rutinos mozdulatokkal, elképesztő sebességgel szerelték szét az Atomix csapat tagjai a gépkarabélyt. Október 8-án a Ludovika arénában mérték össze tudásukat a fegyveres biztonsági őrségek csapatversenyen. A paksi siker ezúttal sem maradt el. Képviseltették magukat a nukleáris fegyveres biztonsági őrségek, mi ebben a kategóriában indultunk. 5 férfi és egy női csapattal, és ugye az előkelő 1-től 4-ig helyezéseket sikerült begyűjtenünk. Címvédőhöz méltan viselkedtek a csapataink, és nagyon jó eredményt értek el, ami kifejezetten nagy öröm. Nyilván ez egy visszajelzés is mindenkinek, hogy a paksi atomerőművet egy jó felkészült fegyveres biztonsági őrség védi. A paksi fegyveres biztonsági őrök közül a hölgyek is remekül teljesítettek a versenyen. A legjobb női csapatnak járó külön díjat hozták magukkal Budapestről. Könnyítés nélkül ugyanazokat az akadályokat kellett teljesíteniük, mint a férfiaknak. Hölgyként nagyon nehéz helytállni ebbe a szakmába, nehéz tartani a versenyt a férfi társainkkal, de én úgy gondolom, hogy a női csapat meg az összes női őr nevében mondhatom azt, hogy sikerül velük tartsuk a lépést, és nem vagyunk tőlük egyáltalán elmaradva. A felkészítést, ahogy a korábbi években, most is Járai Antal tartotta, az őrség parancsnok helyettes szerint a mezőnyt tekintve már a verseny elején kiderült, hogy a paksi alakulatnak nem lesz könnyű dolga. Címet megvédeni mindig nehezebb, mint sokszor magát elhódítani a trófeát. Én úgy gondolom, hogy a többi csapat kellően készült annak, hogy arra, hogy ezen fordítsanak. Ennek megfelelően sokat készültek. Igyekeztünk mi is készülni sokat. Én azt gondolom, hogy ott a versenyen, amit láttam a többi csapatról, mindegyik nagyon felkészült, nagyon erős csapat volt, és hát egészen a végéig azért kérdéses volt bennem, hogy vajon tényleg meg lesz-e a jó eredmény. Hála Istennek úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A versenyen összesen 19 egység indult, komplex lövészeti feladatokon kívül elméleti rész is várta a nevezőket. A végeredményt tekintve a paksi csapat a jövő évben is a címvédésért harcol majd.